ez elég erős volt. Igen. Én buta-buta érzéketlen tuskóbá tudtam volna, miről van szó. De hát nem ismerem az élethelyzetüket, szóval Kondáddal vagyok? Igen. La porte! La porte! Vite! La porte! Junior, retire la tête de l'image. Banószer, vagy mi az? Én kivettek valamit a motorból, gondolom. Ó, igen. Go! Brad? Ha Brad ezekre még mind nem ébredt fel, akkor szegény olyan mélyen alszik, amilyen mélyen csak aludni lehet. Ja, kivettek valamit a motorból, és emiatt gondolom nem megy már tovább a hajunk anélkül. Mi on est où là? Jesus. Nope, no thanks. Igen, ez az a hajó, amit láttunk a játék elején. Go on, keep moving! Oké, haladnunk kell tovább. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Oh là, over there. This whole place is a floating death trap. Lehet, Julia, lehet. Hogy maradt így a vízen ilyen sokáig? Jó kérdés. Szegi. Sign up for a trip to Crete Town. Something about this place is making my hair stick up so far it's gonna jump out of my neck. Egy bizonyos Millernek a felsője. What the hell do these dickheads want with us? Ah, merde! What was that? Okay. Oh shit! Patkány! Feljegyzés. Oké, te helyettesíted Patterson az őrködésben, már megint rosszul van. És mindig akkor, amikor egy helyen kell dolgoznia. Egy bizonyos helyen? A 3A-ban. Ha az a raktér volt, ahová elrakták azt a vegyszert. De oké. Again, just... Ha már harmadjára volt ez az eset, hogy igen, Patterson rosszul lett abban a raktérben, ahol őrködnie kellett, és helyettesíteni kellett őt. Érdekes. Lehet, hogy az a raktér önmagában sem volt már valami kellemes hely. Miki áll, mint a szobor. Osszony! Igen. Ha megvárják, hogy megnézhessem azt a cetlit. All of you, into the room.
Szegény Bradley mindig a hajótól van. Szuper, be lettünk ide zárva. Hey, it's pitch black in here. Give us the light. Oh. Thanks. Kaptunk egy lámpát, köszi. Legalább nem a sötétben vagyunk. Hát barátom, ez egy elhagyott hajó. Given our observations that this is some sort of ship and seems to be abandoned, I'm gonna go out on a limb and say it's some sort of abandoned ship. Ez az. Shit, Sherlock. You gonna write a book about it? Give him a break, Fliss. He needs one. We can't just sit around. We need a plan. We're not exactly in the best position to be making any moves. The second they let their guard down, we gotta take advantage of it and get off the ship. Igen. De elvettek valamit a hajóból. One tetanus shot from the bottom of the ocean. We already tried to escape. Didn't exactly work out. We gotta get back to the boat and find Brad. So. What happened to him? No idea. They swiped our distributor cap. Gonna be difficult to get anywhere without it. Igen, amúgy az mire is jó? Okay, what exactly is a distributor cap? Now pretend you're talking to someone who doesn't know anything about boats. It makes the engine work. I don't know. The Duke of Milan is dead in the water without it. While those guys are out panning for Manchurian gold or whatever. Egy motoralkatrész is szükségünk van rá. We gotta take advantage and look around for a way out of here. Fliss, I just wanted to say that I might have gotten things kind of wrong back there. Excuse me? I may have kind of prematurely come to the conclusion that maybe, you know, you're working some kind of side deal with these guys or whatever. But I mean, obviously that's not true. They're being just that easy. Fliss-től, amiért megvádolta azzal, hogy együtt dolgozik a kalózokkal. Allow me to translate. He's saying that he's sorry. Well, I. Well, your apology is kinda accepted. Cool. Cool. Remek. Egy szellőző nyílás. Ja, segítünk neki, de először meg akarom nézni, tudunk a többiekkel beszélgetni, plusz itt egy újság. What happened here? Ken Glenn Link, ez 1947, archeológusuk eltűnnek Irakban. 24 brit archeológus eltűnt az Zagoros hegységben Irakban. Aha, valamit ki akartak ott ásni, de nem tudjuk erről tovább olvasni az újságot. Már is, Alex? És megnézem, hogy a többiekkel lehet-e valamit csinálni, beszélgetni. Plusz ott egy, igen, ott egy kép is, hát ha az megnyit nekünk valamit. Le lett tépve? Vagy valami le lett szedve a kép aljáról, illetve alul le lett tépve valami. Igen, egy kutyus van a képen. Jó kérdés, Julia. Még nem tudjuk pontosan, ők legalábbis nem tudják. Nézzük csak. Ah, ez egy levél. Alex, I'm really scared. Nem fontos. Igen, nem fontos. Gondolom az egyik tengerész írta a párjának, hogy hiányzol, alig várom, hogy lássalak. És érdeklődik iránt, hogy hogy van.
Oh. Great. Of all the places I'm gonna die on, a bona fide ghost ship. Oh. Ez az az ember, aki rosszul lett az őrzésnél? Ez Miller, akinek a ruháját megtalált. Jaj, tényleg ez mi? Bocsánat, nem láttam az aláírást, igen? Fura dolgokat lát, azért nem akar lemenni. Aha, tehát annál a 3A raktérnél fura dolgokat lát az ember, azért és nem szeretnek ott lenni, és más is? Igen. Aha. Igen, és ezért nem szeretnek ott őrt állni. Aha, értem. Egy alakat látnak rohangálni, lényegében. Értem. Tehát a hajó a rakománya nélkül is néha fura. Itt szemüveg. Oké. Okay. Gondolom, hogy itt nincsen semmi érdekes arrafele. Volt egy ajtó még. Ott tényleg az ajtót is meg tudom még nézni, hogy mi újság. Ezt gondolom, az újság lenne továbbra is. Ó! Oh. Röviden a főnök azt mondja, hogy nézzétek át a hajót, és keressetek kis után, a többiek meg nem akarják, mert hogy tök rokkat, veszélyes, ijesztő para. Bűzlik a haláltól. És hogy amúgy is csak arról volt szó, hogy őket kirabolják, és akkor ennyi volt, de azt mondja a főnök, hogy nem érdekli, csináljátok. Any luck? Így van. Maybe we can bend it open and get out of here. Whoa, we don't know where a vent like this would go. Again. Wherever it leads, it can't be worse than here. You want me to just smash through this wall? Oh yeah, sure. Big man on campus. Someone should create a distraction. This is gonna be loud. Yeah, okay. Yes, hangos lesz. You do it. Addig el kell terelnünk a fogvatartóinknak a figyelmét. Én barikádozom. Igen, én is. Barikádozzuk el az ajtót, amíg ezt csináljuk. Attól, hogy még jó pofáskodunk, attól még lehet hallják majd az ajt. Right there, criminals, come! Leállt ott ordibálni. Megszöktek! Most egyedül menjen utánuk, négyük ellen.
Amúgy igen, őt ott hagyták, nem? Mert a kapitány azt mondta az egyiknek, hogy menjen a rakteret átnézni. És a kapitány is indult valamerre. Izgi? Igen az. I love what the demo plays. Come on. There's gotta be some stairs around here. De... Igen? Nyilván az első dolog, amit csinálok az, hogy leszakadok, és megnézek minden szart. Oh! Úgy erősebb szabályok, és az az utóirat, hogy senkinek sem szabad a háromába bemenni, ott a furcsa dolgokat látták, meg nem akarnak lenni. És kb. Mindent tiltottak. Tehát mindig figyelik az ajtókat, nem beszélgetnek, nem játszanak, nem alkoholizálnak, semmi jót. Nem csinálnak. És bárki, aki megszegi ezeket a szabályokat, azokat... Piff-puff-csicsa-bim-bum. Igen. Lényeg az, nem szabad a 3A raktérbe bemenni, és senkinek se. Csak őrizni, de bemenni nem szabad. Mert ott történnek a furcsaságok. Egyedül maradtam, ez kicsit se ijesztő. Cső! Oké, úgy látom ez a mosókonyha talán? And then there's the mystery of the smelly socks, pungent briefs. Igen. Ezek szennyes ruhák. Négy egy meg Carrie a lábadnál van. Oké. Köszönöm, édes. Hát gondolom, hogyha valami szőrös van a közelemben, az olyan cicánk vagy a kutyánk. Ez egy nagy ipari mosógép. Ez is szőrös, de nem a cicánk és nem a kutyánk. Szegény kép. Meghihettem, és Carrie elkezdte gyalogatni a tolatot. Jó, de édes. Na, nincs semmi baj, Efi csúcsán. Szia. Nincs semmi baj. Szia. Oké. Bibi. Szia. Ennyi, ide jöttem megijedni, komolyan nincs itt semmi, ami esetleg érdekes lehet. A szennyes ruhán kívül. Úgy látom, nem? Hello, cicám. Na hát akkor... Ú, de szép. Konrád, találd meg az ajtót, kérlek, köszönöm. Látom, nagyon csábosan fekszik ott a cicám. Hú, láttad ezt? Nem, mit? Amikor bementem ezen az ajtón, itt állt egy csaj. Itt a sarokban. Hiszek neked. Úgy nézek ki, mint valami stewardess, vagy valami tengerészlehányzó, vagy nem is tudom, de ott állt. I just want to know where the hell they all went. There should have been dozens of people on board. Hundreds. How could they all just vanish? And leave all of their stuff behind? Szia, Julia. Something doesn't add up. Igen, tehát Julia és Konrád nem érti, hogy hogy tűnhetett el a legénység így úgy nyomtalanul, hogy minden cuccuk itt maradt. Where's the you are here arrow? Igen, hát nem látjuk pontosan, hogy a térképen mi hol vagyunk itt, de itt rá is van írva a cargo hold 2-esre, tehát a 2-es raktérre, hogy egy kizárt dolog, nem szabad oda menni, és ott van a 3-as is. Kíváncsiak, mi hova mentünk be. Na hát, ez leesett. Amúgy igen, én is. Szuper. Hello. I just can't believe this is happening. What the hell happened to Brad? You think he's still on the Duke? Brad még biztos a hajón van, és még mindig alszik. Remélem, hogy alszik, szegény. És közben nem fullad bele a vízbe, és ami lement a vihar közben. Ó, jej! A törött toalett előtt egy papír. Ami nem toalett papír. Nézzük csak. Oké, ha jól értem, akkor ez egy újabb levél, amit az egyik tengerész írt a, gondolom, a szerelmének. Mindjárt megy haza. Arról ír, hogy igen, nem sokára hazaér.
És azért írja ezeket a leveleket, mert hogy könnyebb elviselnie ugye a távolságot, meg a hiány, mert ettől függetlenül szeret hajózni. És néha... Ó, várjunk csak! Ja, igen, és... Ó, igen, tehát és a beérkező válaszleveleket meg néha cenzurázzák, mert mások szeretik ellopkodni. És írna még többet, de a papír alja az elázott, és nem lehet elolvasni, de a hátán van még valami. Itt meg már arról ír a levélírója, hogy nagyon ijesztő, ami történik itt, mert valaki arról mesél neki, folyton lát egy kisfiút rohangálni a fedélzeten. És olyan hangja van, mint Tednek. És nem hiszi el, hogy van egy potya utasuk a hajón, de sokan látták őt. És ugye a háború végeztével lehet, hogy csak paranoiások lettek itt a katonák a hajón. Ja, és hogy biztos ezt a részt ki fogják szedni a leveléből. Igen, tehát a kimenőbe jövő leveleket cenzurázzák, hogy ilyen titkok ne kerüljenek ki, ami érthető. De ettől függetlenül ijesztő. Jó van, van erre még itt valami esetleg? Úgy látom nem, nem is érdekel, menjünk a kakáldából gyorsan. Julia, itt vagy még? Nagyon jó. Hello. Nagyon para. Igen, eléggé jól működik ez a környezet. Ez egy zsák utca itt előttem, ha jól látom. You know you did? Was it something moving? Something moving would make that sound, sure. Amúgy örülök, hogy új környezetbe vitték a horror játékot, tehát nem elmegyógyintézet, nem izé. Izé hajóra szerintem nem sok játék. What is this place? Engine room? Well, igen. Is there anything we can use down here? We're gonna need the distributor. Resident Evil 7. Before we're gonna get out of here. Az is, meg a Resident Evil Revelations 1, meg egy nagyon régi játék a Cold Fear, meg elvileg a új tudom, hogy a Layers of Fear 2 is egy nagy óceánjáron játszódik. Akkor nem szóltam. Hát a Layers of Fear 2-n kívül mindegyik nagyon viszonylag régi játék, lassan több, mint egy évtizedes, hanem több. The Whispering. I don't hear anything. Ó, Konrad suttogásokat hall. Még a többiek inkább csak a hajó fémjének a mozgását. A váznak a mozgását. Oké, ez egy könyvecske, ami... Ó, rendben. Ez egy napló. Június 19. Jó, az első csak egy kis hibabejelentés megoldva. És az egyes raktérről szóló hibabejelentés, ami meg lett oldva, igen. Ó, várjunk csak. A második igen. Is. Igen, a második bejegyzés arról ír, hogy számos elektronikai készülék meghibásodott mostanában. Thin Whiskers. Growth in Thin Whiskers. Valami benőtte. Igen, valami benőtte ezeket az elektronikákat, de letakarította az emberünk. Gondolom valami penész vagy ilyesmitől, ami ilyen nedves környezetbe terjed. Terjedhet. Oké. Okay. Lényeg az, hogy valami ránőtt a készülékekre, és azokat le kellett takarítani. A Google fordító nem nagy segítség. Nem. Nem. Nem, és az első bejegyzés azért ír arról is, hogy ugye azért a kapitánynak szólt a műszerészünk, hogy azért óvatosan irányítsa a hajót, mert rossz időben bármilyen agresszív mozdulat azt eredményezheti, hogy a hajónak a teste megrepedhet. Elvileg ott a raktér környékén nem valami jó a vastagsága a falaknak. Igen, cucc. Tehát rozsdásodás? Nem. Vagy valami... Aha. Én kis... Hát valami fém dolgokat benövő nem is tudom, szennyeződés, ami gátolja a helyes működésüket, és azokat le kell takarítani. Lehet jobb lenne megnézni a Whiskers szót, hogy az mit jelent. I wonder where everyone went. Maybe everyone's hiding in the hold for a big surprise party. Az biztos. Ez meglepetés bulira várnak itt azért rejtőzködnek.
Ez gondolom egy patkánykoponya? A viszker az darukar. Amúgy. Na jó, szerintem lényegtelen, édes. A kín meg az ón. Igen, tehát valamilyen ón szálszennyeződés növekedett a bizonyos elektronikai készülékeken, és ezért meghibásodtak. Konrad, könyörgöm, köszönöm. Nézzük, csütörtök 12-e. Betiltották az alkoholfogyasztást itt a hajón. És megkapták a hullákat. Há, igen, írnak arról is, hogy betiltották az alkoholfogyasztást, és ez... Ez azért kellemetlen, mert így hallják az emberek, hogy mennyire halk ez a hajó, és az elvileg őrjítő. Írnak arról, hogy feltették ugye a raktérbe a koporsókat. Igen, és elvileg ezeket egy raktérbe rakták. Viszont nem tudja az író, hogy ki lehetett azokban a koporsokban. Péntek 13-án pedig egy olyan dolog történt, hogy... Oké... A péntek 13-ai feljegyzés számomra nem tűnik annyira fontosnak. Valamilyen rakomány érkezett a hajóra, és meg akarják nézni, és valaki elvileg látta, és az illetőt meg akarja keresni, hogy megkérdezze, hogy mi volt benne. Aha, ez volt a péntek 13-ai? Nem, ez már a 14-ai. Aha, igen, valaki belesett az egyik dobozba. És meg akarják tudni, sőt, bele akarnak ők is nézni. Aha. És elvileg meg van beszélve az időpont, hogy aha. Ma este. Jó van, tehát itt... Ment a gazemberkedés az emberek között itt a hajón. Ugye a tiltott raktárba, aki fog belesni. Ezt a patkánykoponyát már megnéztük. Itt más itt nem volt? Most nézem, hogy végig mezitláb mászkálnak ezen a tere... Pen. Na őt láttam, igen. Pontosan őt láttam. Ő volt a poszteren amúgy. Itt tényleg azon a poszteren ez a kisasszony volt, amit Konrad megnézett, hogy wow, jaj, szép. Oké, gyors be... Eltartottam a számat meglepedésembe. Cuki vagy. Szegény Julia érzi jól magát. Na itt egy kép. Ó! Oh. Oké. Érdekes. Együtt kihagytunk, vagy össze-vissza pakolja a képeket? Lehet szerinted. Össze-vissza pakolja a képeket. Ezek a hangok. Igen, ahogy ugye mozgolódik a hajó, meg gondolom kint azért még mindig tombol a vihar, és gondolom a hullámok azért verik az oldalát rendesen. Igen. Cuki vagy. Bocsánat. Nem, azért némelyik ők cipőben van. Valami mozog odalent, azt mondja. Lámpa le, kérlek, Konrad. Quick time. Ha igen, az egyik kalóz, aki ugye átnézi a rakteret. A kapitányuk ráadásul. Ott a motoralkatrész, ami kell nekünk. Look. It's the distributor cap from the Duke. You sure? Yeah, I'm sure.
Mekkora kalapácsot talált. Hú. Igen, legyünk óvatosak. We gotta be careful. Could be a trap. We gotta take the chance. Okay. Keep an eye out. Holy crap. Valamit megrúgtam. Nem tudom, hogy meghallotta-e. God damn it, they're taking place. Shut the fuck up, man. Where are the others? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. We're gonna follow them. Don't let them out of your sight. Prête.